Aktivisták segítik a családokat Izraelben a túszok és eltűnt családtagok izraeli fórumának székhelyén. Ügyvédek, orvosok, pszichológusok és média szakértők igyekeznek segíteni a hozzájuk fordulóknak. A Hamas támadása után két hete tartó harcok szorongást váltanak ki a családok és az önkéntesek körében is. Ezt tapasztalta Izraelben Valeri Goriá, az Euronews tudósítója. A túszok és eltűnt családok fórumának helyettes szóvivője minden kormánynak és döntéshozónak üzeni, hogy az emberek vissza akarják kapni eltűnt szeretteiket. Embertelen, hogy ártatlanokat tartanak túszként fogva, sőt még információt sem adnak arról, hogy ki hol van. Többeknek kritikus az egészségük, fontos gyógyszerekre van szükségük. Semmit nem tudni arról, hogy mi történik velük, hangsúlyozzák az aktivisták. A szóvivő azt is hozzáteszi, hogy mindenkinek könyörögnek a szeretteiket kereső emberek, hogy tegyenek az eltűntek biztonságáért és ellátásáért. Megkeresték a Vörös Keresztet, a nemzetközi szervezeteket és az izraeli kormányt. Az eltűntek között van a 35 éves Járdán Román Gát, izraeli-német kettős állampolgár. Utoljára akkor látták, amikor a Hamas fegyveresei elől menekült a Gáza melletti Beri kibucban, és kétségbe esetten átadta 3 éves kislányát férjének. Liri Román, az eltűnt Járdán Román Gát testvére reméli, hogy a Hamas kiad egy videót, amin talán látni majd, hogy Járdán biztonságban van. Mégis hogyan lehetne elmondani egy 3 éves gyereknek, hogy a mamáját rossz emberek elragadták? Ezt látta, talán meg is érti. De megkérdezheti azt is, hogy hogyan bánnak az elvitt emberekkel. Ez lesz az új terror. Ma ez Izrael, a gázai határvidék és ez a zsidó emberek. De holnap ki tudja? A családnak sikerült elmenekülnie az elrablóik autójából, és az erdő felé futottak. Futás közben Járdán átadta a gyermeket férjének. Nem volt elég gyors ahhoz, hogy elmeneküljön az üldöző fegyveresek elől.